Az első pulzus mérőponton állnak meg a Fejérvár megyei Szabadidősport Szövetség tagjai, akik hivatalosan elsőként vették birtokba a kardió ösvényt. Az egyik túrázó azt mondja, a mozgás szeretete miatt csatlakozott a programhoz, és az a célja, hogy rendszeresen részt vegyen ezeken a programokon. Szeretünk nagyon sokat sportolni, hetente kétszer járunk tornára a Szívegyesületben, ahol gyógytornász tartja az edzéseket, onnan szerveztük, az egész csapat itt van, majd folyamatosan jövünk. A túra útvonalát úgy állították össze, hogy nyugalmi és terheléses állapotban is mérhető legyen a pulzus, a mérés helyét pedig információs táblák jelölik. A feljegyzett adatokat a kórház szakemberei kiértékelik, így fény derülhet egy-egy esetleges betegségre is. A kardiótanösvény teljesítése a betegségek megelőzésére is kiválóan alkalmas. Az országos programot a Szent Ferenc Kórház hívta életre, és az intézmény szakemberei értékelik ki a túrázók adatait is. Szükséges az is, hogy egy olyan keretrendszert adjunk a már beteg embereknek, vagy pedig a kockázati faktorokkal rendelkező embereknek, amiben megelőző, vagy az újabb eseményt megelőző programot adunk. Sajnos mi az egészségügyben sem mindig tudjuk, hogy mi ez a megelőző program a mozgás területén, és éppen ezért egy olyan védett és láthatatlan biztonsággal rendelkező környezetet kellett kialakítanunk, ahol az emberek elmernek indulni ilyen mozgásprogramokon. A kezdeményezés mellé állt az Aktív Magyarországért Államtitkárság, az Iszka-Szentgyörgyi kardióösvény kialakítását 1,5 millió forinttal támogatták. A népegészségű termékadóból most egy nagyobb összeget, 50 millió forintot szeretnénk a program fejlesztésére fordítani. Itt ebben nem csak a különböző ösvények kialakítása van benne, és nem csak a működtetés, hanem szeretnénk az applikációt továbbfejleszteni, és ennek az applikációnak a segítségével még sokkal könnyebben fognak majd hozzájutni az emberek a különböző adatokhoz. A település polgármestere azt mondja, nagy az érdeklődés a program iránt, ezért hetente szerveznek vezetett túrákat. Jelentkezni ezekre Iszka-Szentgyörgy honlapján lehet. Nagy érdeklődésre való tekintettel hetente egy rövid, meg egy hosszú túrát is indítunk, és mivel hogy tudjuk azt, hogy kik azok, akik jelentkeznek, így számukra tudunk órát is biztosítani, meg botot is. Illetve hát ez a vezetett túra kapcsán az is fontos lenne, hogy egy olyan képzésen majd részt vegyünk, ahol egy Nordic Walkingos túratanfolyam vezető képzést el tud sajátítani a valamelyik Iszka-Szentgyörgyi polgártársa. A kardió tanösvényen két útvonal közül választhatnak a túrázók. Van egy 2,5 kilométeres és egy közel 6 kilométeres útvonal. A túra átvezet a Kastélykerten és a Kőpiramisnál is.